A megszokottnál kisebb helyen tartották, de nem maradt el a Hölgyklub farsangja. A csoport a lehetőségeihez mérten minden évszakban megtartja a néphagyományokhoz kötődő ünnepeket. A Hölgyklub tagjai és a pártolói is megjelentek a hétfői farsangi összejövetelen. A vendégek már korra délután érkeztek, a Hölgyklub pedig hetek óta készült erre az alkalomra. A farsangolás egy különleges dolog, de az igazi farsangolást azért nem tudjuk produkálni, mert ugye akkor jelmezbe kellett volna öltözni. A másik pedig sokkal nagyobb programot szervezni, de hát a fűtés. Így is nehéz volt megoldani a fűtést. Nagyon zsúfoltan leszünk, 65-en neveztek be, és eléggé szorosan leszünk, de meg fogjuk tudni oldani. Nagyszerűnek tartom itt a hölgytársakat, akik annyi mindent kitalálnak. A műsor és az egész Farsangi Hölgyklub est ugyanis egy közös fúzió eredménye volt, mindenki kivette belőle a részét, tette hozzá a klubvezető. <Sessz> Zenés köszöntő fogadta a vendégeket, a résztvevők mindannyian lelkesen készültek erre az alkalomra. Saját magunk tehetünk azért, hogy jól érezzük magunkat, így fogalmazott Herma Józsefné. Nagyon rövid idő volt a Covid miatt, amikor nem tudtunk összejönni, de ezt mindenki alig várja. Én őszintén mondom, hogy örömmel jövök én magam is nagyon, már olyan jó barátok vannak, baráti körök, Nincs itt harag, veszekedés, vita, mindig jól érezzük magunkat. Igaz ugyan, hogy kis de vidáman töltötték a napot és az estét a hölgyklub tagjai és pártolóik.